Új irodaházat és új üzemet is épített egy napelemes technológia gyártással és fejlesztéssel foglalkozó cég Máté Szalkán. A beruházás összegének felét saját erőből, fennmaradó részét pedig uniós és hazai forrásból finanszírozta a vállalkozás. Ez egy közel 2,5 milliárdos költségvetésű projekt volt, aminek az 50%-a Európai Uniós és a magyar kormány által támogatott összegből tevődött össze, illetve a mi 50%-os saját erőnkből. Ez gépvásárlást is tartalmazott a mögöttünk, mellettünk látható épületnek a nulláról, tehát kvázi barnamezős beruházásban végrehajtott építését, irodaszereket, IT berendezéseket, prototípus nyomtatókat, fröccsöntőgépet és nagyon-nagyon sok érdekes és produktív gépsort. A fejlesztés hazánkban egyedülállónak számít. A beruházással többek között olyan moduláris felépítésű töltőrendszereket gyártanak, melyekkel az elektromos járművek energiaellátását, valamint a közlekedési és szállítmányozási infrastruktúra fejlődését segítik. A cégünk elkötelezett a megújuló energiahasználat irányában. Elsősorban napelemes irányú kutatásfejlesztéses projektjeink vannak. Ezek teljesen saját erős projektek, tehát nem vettünk igénybe semmi nemű támogatást. Immáron jó néhány helyen működik teljesen saját fejlesztésű napkövető technológiát alkalmazó tartószerkezetünk. 30-40 megawattnyi beépített kapacitással rendelkeznek. Itt a hardvert is, a szoftvert is mi gyártjuk. Mi fejlesztettük, mi üzemeltetjük, tehát a teljes vertikumot ebben az iparágban mi tudjuk kontrollálni, nem függünk külső beszállítótól. A cég tavaly 50 munkavállalót foglalkoztatott. A vállalkozás vezetője híradónknak úgy nyilatkozott, a következő hónapokban bővíteni szeretnék a munkavállalók számát.